Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink, és majd a rádióhallgatók is, amikor oda kapcsolnak. A mai városi önkormányzati közéleti magazin műsorunkat a Szóban Forgót látják, és benne egy újabb kitüntetettel ismerkedhetnek meg, aki egyébként nem ismeretlen az Önök számára, sőt, azt gondolom, hogy a városvezetés mellett az egyik olyan feladatkört tölti be, amely azt jelenti, hogy lényegében szinte már majdnem minden családdal találkozott, vagy így, vagy úgy a munkája során, és hogy milyen feladatokat lát el, ez abból is kiderül, hogy Szarvasváros 300-as, azaz az újratelepítés 300. évfordulóján a Városnapon kapott kitüntetés, ezt a címet viseli, közszolgálati díj, és aki kapta többek között, de most itt elsősorban dr. Bankóné Ordovics Katalin, anyakönyvvezető és egyéb más feladatokat is ellátó közszolgálati munkatárs. Kedves Kata, örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és azért köszönöm mondtam, szépen, hogy szerintem szinte minden család találkozott már veled, mert ha születésről van szó... Hát most a születés annyira nem, amióta a szülőotthon megszűnt, de előtte igen, házasságot kötők, halálesetekkel kapcsolatban, halálesetek után a hagyatékok, úgyhogy vannak új állampolgároknak, az eskületételénél működök közre, úgyhogy elég szerteágazó ez a feladat. Igen, és ez nagyjából 35 esztendeje folytatod. 87. január 1-én kezdtem dolgozni az akkori tanácson. De nem úgy kezdődött a gyermekkorod, hogy na mi legyek, ha nagy leszek? Hát én anyakönyvvezető leszek. Nem, eszembe se jutott, azt se tudtam, hogy miről van szó. Az érettségit itt tettem le a Vajda Péter gimnáziumba, és utána, mivel a nagyapám fogtechnikus volt, akkor én fogtechnikusnak tanultam. Ez egy 2 éves szakmunkás képző volt, nála töltöttem a gyakorlatomat, és amikor végeztem, akkor bizony elgondolkodtam rajta, hogy tehát jó, szerettem én ezt a munkát, de tehát nem volt emberekkel kapcsolatom. Az ember egy labiba ül, és akkor jó, a rádió szól, hozzák a mintákat, vagy elviszik, stb., de én úgy gondoltam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. Végül is emberekkel foglalkoztál, csak a laborban nem találkoztál velük. Hát nem találkoztam velük, igen, és akkor elkezdtem állást keresni, hát akkoriban ugye ez még érdekes volt, mert 86-ba kezdtem munkát keresni, és akkor még életben volt az a szabály, hogy közveszélyes munkakerülő volt az, aki bizonyos idő alatt nem helyezkedett el, és akkor először a bölcsödébe voltam érdeklődni, mert ugye a gyerekek is érdekeltek volna, aztán pedig a másik lehetőség volt itt a tanácson, az igazgatási osztályon, hát igazából gyámügyest kerestek, úgy tudom, tehát oda vettek fel a gyámügyi osztályra. Mi volt a feltétele akkor? Szerintem akkoriban csak érettségi. Uh-huh. Tehát így hirdették meg. Így hirdették. És hol találkoztál a hirdetéssel? Rég volt, tudom, hát, de... Hát édesapám szólt, mert hogy ő is akkoriban dolgozott a tanácson, és akkor így kerültem én oda. Uh-huh. És akkor elkezdted az... Mindjárt az anyakönyvvezetői munkával? Nem. Gyámügyes voltam. Hát körülbelül egy évig. És utána... Még nem szociális voltam, akkor még elmentem hagyatékosnak, és amikor aztán gyesre mentem, akkor mint hagyatékos hagytam ott ugye a munkahelyet, és amikor vissza kellett mennem, akkor az akkori főnököm, az osztályvezető Kugyel a Mihályné, sajnos már nem él, akkor üzent nekem, hogy úgy készüljél, hogy anyakönyvesnek fogsz visszajönni, mert egy kolléganő éppen gyesen volt, és még mielőtt ugye terhes lettem, azelőtt jártam én Szeged, Csabára és Szegedre, ilyen anyakönyvvezetői tanfolyamra. Úgyhogy végül is már a tudás úgy megvolt, a gyakorlat még nem. A gyakorlat az utána következett. Világos, és akkor az anyakönyvvezetői feladatot nagyjából, ezt is bő 10-20 éve végzett, ugye? Ebbe volt még ott aztán egy kis megszakítás, mert amikor az anyakönyves kolléganő visszajött, akkor utána, hát ott nem kellett 3 ember, elég volt a 2, és akkor voltam szociális osztályon. Ott 10 évet töltöttem le, ott csoportvezető helyettes is voltam, közben elvégeztem főiskolát Budapesten, szociális igazgatást. Úgyhogy úgy nézett ki, hogy szociális részen fogok tovább menni, de aztán szintén egy nyugdíjba vonulás
adta a lehetőséget arra, hogy kineveztek anyakönyvvezetőnek. Mindig is foglalkoztatott, hogy ha valaki egy fontos közszolgálati feladatot lát el, akkor vajon milyen különleges esetekkel találkozott élete során eddig? Hát sok minden. A szociális részen ott inkább igazából csalódtam az emberekbe. Azért csalódtam, mert tehát a feladatom az volt, hogy segítsek. És azért vannak, akik ezzel visszaélnek. Ott egy kicsit ez egy csalódást okozott, úgyhogy nem is volt rossz, hogy aztán egy másik területre sikerült menni dolgozni. És tudtál valamit tenni ellene? Tehát amikor azt érezted, hogy valakik visszaélnek, akkor valamit tudtál azért tenni, hogy hát, ne így legyen? Nem. Aha. Sokszor nem. És ez téged szomorúsággal tölt? Hát igen, mert igazából a segítség miatt vagyunk ott, de elvárjuk a partnerséget az ügyféltől. Mit gondolsz, azóta ez változott valamelyest? Nem hiszem. Nem hiszem, nem tudom, mert ugye most már nem azon a területen vagyok. Itt most már olyan dolgokkal foglalkozok, ahol egy korrektebb viszony alakul ki az ügyfél és én közöttem, hiszen itt ilyen polgárjogi dolgok történnek, nyilván egy házasságkötés is, ahol, hát nem azt mondom, ahol nem történt olyan, hogy vártam felöltözve szépen a párt, egy pénteken délbe gondolom, mert egy kisebb esküvőről volt szó, és nem érkeztek meg. És nem is szóltak? Nem. Meggondolták magukat, de annyira, hogy tulajdonképpen meggondolhatja magát mindenki, csak nyilván ott egy visszajelzést vár az ember, hogy másképp alakult, és hát ezt nem kell szégyelni, mert az élet olyan, hogy bárhogy alakulhat, és akkor természetesen tudom, ez tudomásul lesz. Hogy volt, aki ismétlő volt ezen. Volt téren. Olyan is, igen. Volt. Tehát aki kétszer megcsinálta ugyanezt veled? Hát igen. Hát ez hihetetlen. Na minden esetre harmadszor már gondolom nem szívesen fogadtad őket. Hát harmadszorra szeretném, hogyha egy másik anyakönyvvezető előtt történne meg ez a szertartás, mert tehát én se tudom már annak a komolyságát átélni úgy, ahogy szükséges. Amikor egy párt összeadsz, akkor természetesen ott is sokrétű a feladatod, mert hiszen meg kell őket ismerned, és készítesz egy beszédet. Hát igen, ez tulajdonképpen ennek a munkának a nem is tudom, a komolyságát, azt ugye az elődeimtől tanultam, Tusiakné Marikától és Tóth Mihálynétól, Zsuzsától, és tehát az, hogy azokat a könyveket, amik már 100 éve szekrényben vannak, megőrizzük, becsülettel bánunk velük, hiszen ma is dolgozunk belőlük, hiába van elektronikus anyakönyv, mert ami ott van leírva, azt kell nekünk átvezetni az elektronikus anyakönyvbe. Tehát ez egy olyan komolyságot és pontosságot igényel az embertől, amikor pedig házasságkötésről van szó, ott pedig egy olyan személyes kapcsolatot kell kialakítani, ahol jó, ha megismerjük a párt. Tudom, hogy nagy helyeken ez nem így történik, mert szóval nincs rá idő. Ez egy kisváros, szerintem azért is szeretnek ide vidékről is járni házasságot kötni, nem csak azért, mert nagyon szép helyszínek vannak a házasságkötő termen kívül, tehát külső helyszínek, természetben vagy egy étteremben, hanem azért is, mert itt azért talán egy személyre szóló, személyre szabott szöveget kapnak, vagy legalábbis olyat, ami talán eltalálja úgy a szívüket is. Ennek a menete az, hogy valaki eldönti, hogy összeházasodik, és akkor megkeresnek téged telefonon, e-mailben, gondolom inkább telefonon, igen. Aztán megbeszéltek egy időpontot, akkor együtt leültök, és akkor átbeszélitek, hogy kik ők, és miért szeretnék összekötni igen, az igen, életüket. Igen. És akkor ebből te faragsz egy köszöntőt. Hát igen, igen, megpróbálok. Mivel a külső helyszínre nincsen segítségünk, amikor bent vagyunk teremben, ott tudok hívni versmondót, vagy olyat, aki a zenét biztosítja, de külső helyszínre általában ugye ezt nem szokták igényelni, hát akkor én is úgy állítom össze a szövegemet, legyen benne egy kis vers, legyen az ő élettörténetükről, a megismerkedésükről egy rész, utána a hivatalos rész, és nyilván a további terveiket, hogy próbálják megvalósítani, vagy hogy alkalmazkodjanak egymáshoz, de általában azért vannak már olyan párok, nem úgy, mint amikor kezdtük, hogy 18-19 évesen jönnek, hát ide már olyanok jönnek, akik már egy ideje ismerik egymást, kitapasztalták azt, hogy milyen a másik a
az életbe, esetleg együtt élnek, esetleg van már gyerekük is. Igen, tehát egy kicsit volt más. Volt már ilyen gyakran? Előfordul újabban, hogy ott áll mögöttük a közös gyermek? Igen, vagy hozza a gyűrűt. Uh-huh. A baba, illetve a gyermek. Hát nem a baba. Van, ahol már nem is olyan kicsi. Igen, igen, igen. Tehát nem különlegesség az, hogy valaki például 15 év múlva, vagy 20 év múlva mondja ki azt az igent. Milyen szerencse, hogy a vállókereseteket nem neked kell intézni, mert... Hát nem, de azért látjuk. Látjuk, hogy kik azok, akik elválnak, hiszen a bíróságtól válási lap érkezik hozzánk, amivel ugye be kell rögzítenünk a gépbe a családi állapot változását. Tehát azért látjuk, hogy nem mindegyik marad úgy, ahogy mi szeretnénk, de mert hát ilyen az élet. Amikor összeadod őket, és kívánsz nekik minden jót az életben, akkor vajon ennyi év után van-e valami olyan kis csengő, ami ott megszólal benned, hogy de kár, hogy úgy érzem, hogy ti nem sokáig maradtok együtt? Hát nem, én optimista ott nem vagyok. Mert vannak fontos dolgok, például ugye akkor vehetnek föl babaváró hitelt, gondolom én, hogyha összeházasodnak. Hát bizonyára vannak ilyenek is, de én azért úgy mindig a pozitívum. Tehát nekem be kell az bizonyítsák, hogy elveszítsék ezt a pozitív gondolkodásomat, hogy erre nem méltóak. Én mindenkinek megadom a bizalmat. Ez azért jutott eszembe, mert hogy itt a kezdeti örömben, amikor ugye két ember azt mondja, hogy holtomiglan, holtodiglan, akkor gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon komolyan gondolják. És ez a fázis érdekel engem, hogy ezt hogyan lehet elveszíteni utána. Tehát, hogy miért nem alakítják ki magukban azt az életstílust, hogy én megszerettelek téged, te meg engem, és akkor ezt mi most kölcsönösen tápláljuk ezt az érzést, és én rád figyelek, te meg rám figyelsz. Hát igazából egy bizonyos önzőség alakul ki szerintem az emberbe, mert nem azt teszi elsővé, hogy a családom, a feleségem, a férjem, a gyerekem elsősorban, hanem kiemelkedik ebből az én, és lehet, hogy jobban kiemelkedik, mint ahogy abba a családi harmóniába be kéne, hogy illeszkedjen. Én úgy gondolom, hogy ez lehet az, amikor megváltozik. Hogy a munkád során ezzel nem kell foglalkoznod, pszichológus sem vagy, viszont gondolom... Már tanultam pszichológiát. Na, ezért is kérdeztem egyébként, igen, hogy te sejtesz-e valamit, hogy itt esetleg nem túl hosszú. Hát van egy-két eset, de mondom, azért mindig úgy állunk hozzá, hogy... Persze. Itt egy boldog kis család van, aki minden esetre mindjárt ott vagy a kezdeteknél. Te vagy az első, aki gratulálhatsz a házasságkötéskor. Igen, igen, igen. És a külső helyszíneket említetted. Melyek lehetnek ezek például, hogyha itt Szarvasvárost veszük figyelembe? Hát szoktunk járni az Arborétumban, nagyon szép természeti környezet, különleges helyszín, amikor egy nagy fa alatt, egy nagy tölgyfa alatt van a házasságkötés. Most tavasszal volt egy olyan különleges helyszínem, ami szintén két hatalmas tölgyfa alatt, de körülbelül egy olyan 45 percnyi járó útra volt a bejárattól. Az igen. És ugye mivel bent nem lehet gépjárművel közlekedni, ezt mindannyian násznépestül gyalogosan tettük meg. Magas sarkú cipőben, ami hát én mondjuk laposabban mentem, de volt azért, akinek igen egy kis gondot okozott, de fiatalok azok meg voltak győződve róla, mindenki kapott kis térképet, hol találják meg, nagyon meghitt volt, mert tényleg ott sehol senki rajtunk kívül. És ezen kívül? Körösmaros? Ja. Igen, hát a Körösmaros Nemzeti Parknál is, akár kint, helyszínen, vagy most van egy új ilyen konferenciatermük, hogyha véletlenül beszorít minket az idő, ott is egy nagyon szép kis terem van, vagy a Liget Wellnessben nagyon szeretik, van kint egy pagoda aranyszarvasnak, ugye a Körösparton, a Mólónál, akkor a Napestikbe, ami most már ilyen rendezvényhelyszínként üzemel, oda elég sűrűn járunk. És hát ez avval jár, hogy egy hétvégén van, hogy az anyagkönyvvezető 3-4 helyszínen kell, hogy megjelenjen, és akkor egyikről autózik a másikra. És neked ilyenkor, ha a hétvégén is munka van, akkor a munkaidőt hogy alakul összességében? Hát ugyanúgy alakul, mint máskor, ez plusz, és akkor ezért vagy szabadidő jár, amit
nem mindig van idő kivenni, de akkor pedig szolgáltatási díjat kapunk. Tehát... Hogyha nálatok családi ünnep van, akkor nem biztos, hogy nem szólsz a családnak, hogy hát gyerekek, de nekem van 2, 3 vagy 4 esküvőm, úgyhogy igen, toljuk el. Előfordult, mert gyerekem születésnapja az, amikor úgy nem tudtuk szombaton megtartani, hiába az volt a napja, meg akkor ér rá mindenki, de hát ez van. Világos. Most ezt elfogadták, mert amikor engem anyakönyvvezetőnek így felkértek, illetve azt mondták, hogy ezt a feladatot fogom ellátni, akkor én azért megkérdeztem a férjemet, ő is megkérdezett, amikor egy másik munkahelyet választott, hogy mit szólok hozzá, vagy ő mit szól hozzá, és hát akkor elfogadta. Tehát ez meg volt beszélve, hogy ez avval jár, hogy hétvégek is foglaltak. Hát akkor minden esetre a családod elég sokszor nélkülöz, de ez nálatok nem okozott gondot, hiszen tudják, hogy ez belejár a munkáddal. Hát igen, kicsit kapkodósabb a hétvége, hogy minden meglegyen. Állampolgári esküvel hogyan állunk most? Elég sokan vannak, akik megteszik? Hát vagy? Jelenleg nem. Ennek egy pár évvel ezelőtt volt elég sok résztvevője, amikor behozták az egyszerűsített honosítást. Ugye azok a külföldön élő, azokon a magyar területeken élő emberek, akik magyar felmenőkkel rendelkeztek, azok kérhették ezt az egyszerűsített honosítást a felmenőikre való tekintettel. Hát nagyon sokan kérték. Sokan kérték, nem tudom számszerűsíteni, de nagyon sok állampolgársági eskü volt. Nyilván itt, ahol megvannak ugye azért a kapcsolatok, a városi kapcsolatok is, ők választották Szarvast, hogy itt teszik le, vagy azok, akik már át is települtek. És azt mondod, hogy újabban mostanság már kevesebb. Most nem, mert szerintem úgy azok, akik szerették volna, azok már átestek ezen a procedúrán, és akkor ők már megkapták az állampolgárságot. Az állampolgárságnak, a honosításnak alapfeltétele a magyar nyelvismerete. Igen. Van olyan, akit számon tartottatok, és nehezen beszélt magyarul, mert mondjuk a felmenői magyarok voltak, de ő már nehezen beszéli. Hát volt olyan is, de egy meglepő volt, amikor egy illető megérkezett valakivel, és akkor én megkérdeztem, hogy ki ő, ki az, aki elkísérte. Igen, azt mondta, hogy a tolmács. Hát mondom, hogy itt probléma van, mert az az elsődleges, és azt nagyon is kell vizsgálni, hogy a magyar nyelvet értse és ismerje. És akkor így ebből nem lett semmi. Ha csak azóta meg nem tanult, és másút be nem adta. És emlékszel olyanra, aki elég messziről jelentkezett magyar felmenőkkel, de úgy, hogy neki meg kellett tanulnia rendesen magyarul, és letehette itt az esküt? Hát igazából nem, mindenki azért már úgy beszélte. Tehát akik ide jöttek, azokkal otthon a családba, mint gyerekek is, nagyszülők, dédszülők vagy a szülők is magyarul beszéltek meg. Hát azt tudjuk ugye, hogy színmagyar települések is vannak. Hogyne, ahol kiválóan beszélik a magyart, és lehet, hogy a másik nyelvet beszélik nehezebben. Hát esetleg, bár azt az iskolába gondolom, hogy tanulják, tehát megállják a helyüket ott is, itt is. Minden esetre most, hogy itt volt a szilvanap, illetve a szilvanapok, találkoztam jó néhány olyan emberrel, aki mindig, amikor csak teheti, itt van, és olyan ízesen beszél magyarul, hogy igen, öröm volt vele beszélgetni. Egyébként már itt él, de nem itt. És nagyon barátságosak. Igen, és nyitottak, és ez nagyon jó dolog. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, de azért még megkérdezem, hogy van valami olyan érdekesség, amit szívesen elmondanál a kedves nézőknek, megkönnyítendő a kapcsolatfenntartást, amikor szükségük van rád, akkor hogyan álljanak hozzá? Hát a polgármesteri hivatal honlapján ugye fönt vannak az elérhetőségek, a telefonszámom, e-mail címem, és vagy csak a városházát hívják, és oda kapcsolnak. Egyébként nem egyedül vagyok, mint anyakönyvvezető, van még 2 kolléganőm, Uhjár Nélestyán Edit, hasonló korosztály, mint én, és van egy fiatal kolléganőnk, az Újhelyi Orsolya, aki most majd átveszi tőlünk a stafétát, ugye, ha hamarosan majd nyugdíjba megyünk, és akkor ő rátámaszkodunk sok mindenben, mert a fiatalok azok mindig agilisak, és nekünk is sok mindent tanítanak. Ez kölcsönös nyilvánvalóan. Hát kölcsönös, igen. Mi már a tapasztalatunkat adjuk át,
és akkor ő pedig ugye a fiatalságot, az informatikai készségét, mert ugye az elektronikus anyakönyv miatt azért nekünk egész munkanap abból telik, hogy egyik számítógépen anyakönyvezünk, másikon hagyatékokat csinálunk. Anyakönyvezünk, hagyaték, tehát gépen dolgozunk. A hagyatéki eljárás során gondolom van, amikor a te lelkedet is megszomorítja az, hogy ide jutott a helyzet. Igen, tehát igen. Ez az élet és a vége, ez sajnos elkerülhetetlen, ha már megszületett. Nagyon nehéz is így a munkaterén hirtelen váltani. Lehet, hogy előtte egy fiatal pár volt benn, csupa boldogság, és utána esetleg bejön valaki, aki 50 év együttélés után veszíti el a férjét vagy a feleségét, tehát azért empátiát igényel ez a feladat, és kicsit nehéz is váltani a kettőből, de úgy érzem, hogy mind a kettő, a fiatal is szereti, ha meghallgatják a boldogságát, és az idős is szereti, hogyha ha elpanaszolhatja esetleg, ami történt vele, ezért hát ez nem lehet időkorlátba szabni, hogy ki mennyi ideig van benne egy ügyintézés folyamán, mert természetesen nem fogjuk bele senkibe a mondandóját. Ezért is fontos, hogy empátiával bírsz az emberek iránt. Igen. Mondjuk én szerintem ez rá is van írva az arcodra, úgyhogy ha netán a kedves nézőink keresik dr. Bankóné Ordovics Katalint, akkor az elmondott módon az önkormányzati épületben megtalálnak téged. Nyilván előbb telefonon érdemes felvenni a kapcsolatot és időpontot egyeztetni. Igen. Igen. Mit szóltak, amikor megtudták, hogy kitüntetnek otthon? Hát örültek neki, mindenki örült. Na, különösen annak ugye, hogy végül is nem elég hosszú ez az időszak, ami már a hátam mögött áll, és akkor úgy gondolom, hogy azt mérlegelték, hogy ennyi idő alatt azért már elég sok mindent elértem. Úgyhogy örültek, mindenki örült neki. Ez egy elismerés, amely jó érzés a munka során egyértelműen, nem csak neked, hanem a családodnak is. Igen. Engedd meg, hogy sok szeretettel gratuláljak. Köszönöm és szépen. Megköszönjük az önkormányzat vezetésének és a képviselőtestületnek, hogy ilyen szép gondolattal megjutalmazzák azokat, akik az életük során sokat tesznek a közösségért, és ilyen voltál eddig te is. Jó munkát a továbbiakban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és gratulálok. Köszönöm. Minden jót önöknek, kedves nézőink. A mai Szóban forgó adása a véget ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Legyen derűs az estéjük, ismétlésben a reggelük, és aztán a hetük is. Viszontlátásra. Viszontlátásra.